Üdvözlök mindenkit, Necrogrim vagyok, srácok, jönnek is Last of Us 2. Last of Us 2 védelmében cím videó fog következni. Annak ellenére is, hogy ha bár köré van helyezve a csatornám, így túl sok láthatóságot nem fog kapni a videó, így aztán úgy gondolom, hogy ha tetszik, amit hallotok ebben a videóban, amit a Last of Us 2 védelmére e, hozok fel, e, akkor osszátok meg, és csináljunk egy jó kis e, vitatkozást a videó alatt. Szóval, Hol is akarok kiukadni? Hatalmas botrány keringett a Last of Us 2 e, körül. Nem csak azért, mert hogy kiszivárogtatták igazából a teljes játékot megjelenés előtt, hanem a félrevezetések miatt is. Szóval játékosok egy része van szegmérges volt azért, mert hogy ki lett szivárogtatva a játék, de a legnagyobb része és a legnagyobb botrányok, amik körül volt a, e, ez a játék körül, az a félrevezetett marketing. Na most, és természetesen mindenbe bele fogok menni, és itt szólok egy percnél, spoiler alert. Nem tudok beszélni úgy erről a játékról, hogy ne spoilereznék el. Úgyhogy, ha szeretnél játszani a közeljövőben a Last of Us 2-vel, akkor itt az ideje kikapcsolod ezt a videót, mert uh, sok spoiler lesz benne, mert kívánnak magyarázatot egyes szituációk és helyzetek ebben a, um, a, ebben a játékban. Azt el kell, hogy mondjam, hogy a Last of Us 2 egy érzelmi hullámvasútra fog helyezni téged. Nem fogsz kielégítő érzést kapni semmilyen jelenetétől ennek a játéknak, semmilyen uh, szótól. Nem lesz, hogy is mondjam, az a kielül, kielégültség érzeted ebben a játékban. Most arra sokan tudjátok, a Last of Us 2 egy bosszú történet. Na de nem kapod meg Végig olyan érzelmi hullámvasútra helyez téged a játék, és kiveszi a kezedből az irányítást a legkritikusabb pillanatokban, pontosan azért, hogy érzelmileg manipuláljon, és rátereljen egy útra. Ugyanakkor egy hatalmas leckéje van, ha így tetszik a Last of 2-nek. A Last of Us 2 azon kívül egy érzelmi hullámvasút, a megváltásról szól, a változásról szól, az elménkben dúló harcról, a jóról, a rosszról és annak fogalmáról az emberi elmében. És arról, hogy annak ellenére is tudjuk, hogy rosszat teszünk, próbálunk tőle megszabadulni, de sokszor az élet kényszerít rá, hogy tegyünk rosszat. Szóval sokan azt mondanák, hogy a Leszóvas 2 egy bosszú történet, de a valóság sokkal mélyebb, mint hogy ez csak egy szimpla bosszú történet. Sokkal mélyebb, és arról is fogunk beszélni, hogy miért. összeszeretném nektek állítani a képet, hogy a játék készítője a Naughty és, hogy is mondjam, a reklámmal foglalkozó részleg ennek a játéknak már azóta érzelmileg manipulálják a játékosokat, amióta először ez a játék hírbe került. Szóval nem az van, nem az volt, hogy 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 megkaptad a játékban az adag érzelmi manipulációdat, hanem még mielőtt a játék megjelent volna, jóval megjelenése előtt, a Naughty Dog már tervezett azzal, hogy ezt a játékot, a játékosokat, akik vágynak a Last of Us 2-re, szándékosan félrevezetik. A botrány kitört, emiatt tört ki. Szándékos vásárlói félrevezetés történt a Last of Us 2-vel kapcsolatban. Miért? Mert azt hazudták, hogy Ellivel lehet csak játszani a játékban. Ez nem igaz. Azt hazudták, hogy nem kell nem kötelező állatokat megölni, vagyis kutyákat megölni a játékban. Ez nem igaz. Rá fogsz kényszerülni. Üm, természetesen kitört a botrány akkor, hogy Anita Szárkézien, a vezérigazgatónak egy nagyon jó barátja, és biztosan köze volt a játékhoz. Ki tudja, lehet, de igazából nem, nem hinném. És ugye mind az a, azon játékosok, akik fél, ki, félre tartották magukat a spoilerektől, és attól, hogy kiszivárogtatták a játékos, játékot, azok igen nagy pofont kaptak, amikor kiderült, hogy minden, amit a Naughty Dog mondott erről a játékról, az kurvára nem volt igaz ebben a játékban. És ebben a kontextusban a vásárlóként dühös is lehetnék, de viszont sokkal nagyobb a kép itt, mint az, hogy a Naughty Dog hazudat. Azért haz, direkt hazudtak, azért hazudtak, hogy amire kiátszod majd a játékot, egy teljes képet kapjál, a reklámkampánytól kezdve a játék végéig egy teljes érzelmi hullám vasútól menjél végig, hogy igen, hogy ideges legyél, vagy esetleg kielégültséget érz, érez, vagy, vagy boldogságot érez, teljesen mindegy, hogy mit nyújtott neked ez a játék, ez a ját, ezt a játékot játszani már a hamis reklámkampánykor kezdtük el játszani, és természetesen ez hozta a Nóti végül is a iszonyatosan sok pénzt jelen pillanatban a konyhára mert a Last of Us 2 igen jól teljesített pénzügyileg, viszont nagyon sokan vissza is akarták kérni az árát, amit igen csak megtagadtak, és nem fizetik vissza az árát neki. És nem hallottam egy külföldi kritikus sem ugye, arról beszélni, vagy csak a mindegyik gamer, nagyobb videós, PewDiePie-t beleértve, bitch please, arról beszéltek, hogy hogy úristen, nem kapják meg a bosszújukat ebben a játékban, és hogy visszakérik a pénzüket, hogy ez a játék szörnyű és rossz a történetírás és a többi. Egyszerűen azért, mert nem biztos, hogy nem értették meg, úgy gondolom, természetesen ki vagyok én, ugye, hogy ennek a játéknak a komplexitása már a játék megjelenése előtt kezdett el. A játék már az előtt elkezdődött. Itt kitérve az állatgyilkosság ö, dologra is, vagyis állatgyilkosság, hát a kutyákat ugye nem sokan szeretik leölni a kutyákat, a virtuális kutyákat nem sokan szeretik leölni a videojátékokban, teljes mértékben érthető és ö, teljes mértékben érthető, viszont nem tudom srácok, támadott titeket meg kutya? Engem támadott meg kutya, farkas kutya Um, az egyetlen dolog, ami a fejembe ért, hogy hogyan tudnám megölni azt a kutyát. Uh, nem azért, mert annyira bosszú éjes vagyok, vagy nem. Abban az adott pillanatban, amikor megtámadott a kutya, és harapott ki majdnem egy darabot az oldalamból, akkor csak azon járt a fejem, hogy hogyan meneküljek e vagy hogyan üssem le, mert egyik se túlságosan volt opció, mert ugye Puszta utcán nekem támadt egy farkas kutya. Szóval... Mm, Bitch please. Uh, azt hiszem, a, hogyha a játékra jön a sor, amikor elli kénytelen volt megölni ebbinek a kutyáját, akkor az kénytelen volt megölni, mert ha nem, akkor úgy véget ért volna a játék. Igen, megeshető, kikerülhették volna ezt a, a jelenetet, viszont megint csak mondom, a cél az érzelmi túltöltés volt, és az, hogy ezen az érzékenyek kiboruljanak, a nem érzékenyek pedig azt mondják, hogy igen a kurva életben, ez jó, jó volt, ez, ez, ez igen, és hogy mindenkit rátegyen egy érzelmi hullámra, hogy éppen ki mit érez. Úgyhogy például az a jelenet, amikor kénytelenek voltunk megölni ezt a kutyát, részemről belefért ebbe az egész dologba. Amúgy is csak egy videójáték. A Last of Us 2 nem csak itt borította fel a formulát, és ez volt a másik, ahol a gémerek iszonyatosan kiborultak, és én meg így összerakom a két kezemet, de mégis miért borultatok ki? Um, mikor PewDiePie streamelte a játékot, ezt hallottam, nem néztem, mikor PewDiePie streamelte a játékot, és megtudták, hogy Joel-t megölték, vagyis meglátta mindenki, hogy Joel-t megölték raktan az első órában, akkor 25 ezeren abba hagyták, a százeres nézőben 25 ezeren abba hagyták a játék nézését. PewDiePie is nem tetszését fejezte ki. Uh, én direkt nem néztem spoilereket, magam szerettem volna mindezeket megtapasztalni elsőre, és utána hallom, hogy ja, hogy, e hogy ez történt. Joel megölése euh, megint csak egy iszonyatosan brutális húzás volt. Hány, de hány olyan filmben látunk, és a Walking Dead erre az egyik legprecedensebb példa, ha már zombiknál járunk, ahol a legkedvencebb szereplődet brutális módon nyírja ki, éké négön, hogyha visszamegyünk oda, és az egész gamer társadalom ki volt borulva azon, hogy Joel-t megölték. Legalábbis a sokan ki voltak borulva ezen. De megint csak mondom, ehhez egy pszichológiai húzás, hogy eme pszichológiai húzásnak köszönhetően nem kaptunk egy ismétlését az első résznek. Szóval, az első rész fantasztikus történet volt, ahogy Joel és Ellie összekovácsolódnak, ahogy végigutaznak a környéken, a pillanat, amikor Joel uh, uh Dear Baby Girlnek szólítja, amikor, amikor majdnem meghaltak, és Ellie sírva kiborult, az volt az ugye az a pillanat, amikor, amikor úgy éreztük, hogy Joel lányaként kezdte el szeretni uh, és a végén ugye, amikor az első résznek meghozta a döntését, hogy megmenti Ellit, akkor az egy elég önző és emberiségre veszélyel járó öm, döntés volt, de ki mit érzett ugye annak is a végén, azt érezte, hogy ez így van rendje, vagy azt érezte, hogy Ellie-nek meg kellett volna halnia ott azon a műtéti asztalon, de az odavaló út, és a kettők összekovácsolása, és az, hogy ott mélyen Joel a megszürkült, megkeseredett, elzárkozott emberből öm, újra kinyílt a szíve az Ellie felé, és öm, Elli személyisége felé, és szeretni kezdte őt, mint a lányát. Az egy, ez egy nagyon jó történet volt, és nem csinálom, hogy sokan beleszerettek ebbe a formulába az első, az első um, részben, és ugye a másik részben az első órában Joel-t kinyírják. Az összes minden, ami az első részben megtörtént, egy pillanat alatt elvágva volt. Az egyik legtipikusabb hatáskeltés, ha úgy lehet mondani. De gondoljátok végig csak, mi lett volna, hogyha Joel nem hal meg, és kettőjük útja újra ugyanúgy megy tovább, ahogy az első részben. Akkor tudod, mit mondtak volna a kritikusok? Hát ez pont ugyanolyan, mint az első rész. Szar. Arra is azt mondták volna, hogy szar. Most erre is azt mondják, hogy szar, mert nem tudják hova tenni az érzéseiket az emberek. De ennél jobb folytatást, nem is kaphattak volna. Mert nem ugyanarra az, az útvonalra helyezi rá ezt a két karaktert, nem egy folytatását kapjuk az ő ö, kapcsolatuknak, hanem megszakítják ezt, és egy új történetszállat indítanak el, a, és a legbrutálisabb módon szakítják meg, és olyan módon szakítják meg, hogy számomra érdekessé vált, mi a fasz történik, és mi a fasz történt. Joel meghalt, és ezúttal megismerhettük ebét, és hogy az első pár órában Ebbivel is játszottunk, és amikor kiderült, hogy ő halt meg, akkor hú, fiú, hú, és ugye te játszottál vele meg minden, akkor na 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 olyan nagy bosszút fogok állni, hogy azt, a, azt a kurva lesz belőle. Elli bepöccül, Elli baz meg, akkor itt vége lesz a sarka. Na, Ebbi vigyázz magadra, megyek utána Get, És teljesen be voltam én is állva erre. Fú, kislány, véged lesz című történet, mert Elli jön utánad, Na de, ez a játék nem erről szólt végül is. Nem, nem a bosszról szólt. Inkább szólt ez a játék e, a megváltásról. Az elmékben dúló harcról, az elmékben dúló harcról, és a felszabadulás kereséséről, semmint hogy a bosszúról. Úgyhogy most mélyedjünk kicsit bele abba, hogy miért nem a bosszról szólt ez a játék, és miért látják sokan félre, és hiszik azt, hogy ez a legrosszabb bosszú történet volt, amit egyszer el lehet mesélni, de ez nem az volt. Egyértelmű ugye, hogy miután Ebbi megüli Joelt, azután Ellie elmegy utána. Ellie és társai elmegy utána, Tommy és elmegy utána, mindenki elmegy utána, és bosszút állnak a szépen módjával bosszút kezdenek állni, ugye ebbinek a barátain, de nem tudom, hogy megfigyeltétek-e a játékjátszása közben egyszer sem szánt szándékosan elli, egyszer sem szánt -szándékosan gyilkolja le a barátokat. Mindegyik vagy baleset, vagy önvédelmem okán történt meg, hogy ebbinek a barátai meghaltak, leszámítva a kutyát. Szóval, ez is azt indikálja, hogy a bosszú, amit annyira forralgatott elé, az valahogy nem úgy készül elsülni, ahogy azt ő szerette volna. És hogyha útközben megfogalmazódik az emberben ez az egyszerű gondolat, hogy a bosszú nem megoldás, meg a bosszú semmit nem elégít ki, a játék erről semmit nem mond, és semmit nem üzen valójában és a végső lecke sem az, hogy a bosszú bosszút szül. Értitek? És hogy a bosszú az nem kielégítés, mert hogy nem hozza vissza a halott szeretteinket, De az emberi természetben a bosszú állás benne van, és a vele járó némivel jobb érzés is benne van az emberi természetben, és ezt a játék nem akarja nekünk megmondani, hogy a bosszú az jó, de nem is veszi el ezt, a, ezt az érzést tőlünk, hanem egy teljesen más útra tereli ezt az egészet, és ezt az egész történetet a megváltás útjára tereli. Ekkor ismerhetjük meg ebbit. Mivel is a játék második felében belekényszerít abban, hogy az antihőssel játszunk, éké ebbivel. Sok, sok játékos szerint ez a leghülyébb húzás volt, és természetesen itt kezdődik a, a, játéknak, ez egy kicsit, tud, tudjátok, kihúzzuk 25 órára, hogy legyen némi gameplay című történet, de semmi baj, mert az úton, útfélen mesélt történet ebbiről, és hogy ő milyen ember, az adta meg ennek a játéknak az első lényegét. Miután Jacksonban megölték joel ugye Ebbi és a barátai eléggé szétváltak. Egyikük se nagyon akart beszélni a másikkal, és mindegyiküknek hogy mondjam, rossz rémálmai voltak ezzel kapcsolatban, ahogyan ebbi kinyírta Joel-t azzal a brutális kegyetlenséggel. És ezt a egyes karakterek képviselik a játékban, és hangot adnak ennek, hogy ez egy kicsit húzós volt. De ez, és bár ebbi keménynek mutatja magát, ez Abby-n is kiütött. Sok játékos arra, arra azt mondja, hogy Ebbi az egy, hogy is mondjam, szívtelen valaki volt. De azt nem veszik figyelembe, hogy Ebbi a játék története szerint egy iszonyatosan edzett, nem csak fizikálisan, hanem mentálisan is felkészült nőről van szó. Ha figyeltétek, hogy a múltbéli jeleneteket, amielőtt Joel megölte volna az apját, Ellie egy teljesen normális kinézetű, intelligensnek mondható lány volt teljes mértékben. Az apja halála után a jelenben némileg kigyúrta magát, némileg kiképezte magát. Ki csinál ilyet? csak egy olyan ember, aki iszonyatosan fókuszált, nem csak fizikailag, fizikailag készítse fel magát valamire, hanem mentálisan is készítse fel valakit, ö, magát valamire. Szóval sok kritika úgy érte ebbit, mint karaktert, hogy hát ez szívtelen, meg hogy mennyi halált, lát, mennyi halált, csinált meg, mennyi ember tölt meg, és mennyi barátja esett el, és, és, egy pillanatig se borult ki rajta, legalábbis úgy, mint Ellie. Persze, hogy nem. Ebbi katona volt, és mentálisan egy életen készült arra, hogy ő Joel- hogyan nyírja ki, és hogy mindent megtesz, ami az útjába kerül. És amikor már a 20-30. embert ölöd meg, már pedig ebbi megölt annyit minimum, akkor a emberülés érzése érzésesem fáj már annyira, mint hogy uh, frissen ölnél meg valakit. Főleg nem egy erre képzett katonának, mint amilyen ebbi volt. Szóval én személyesen betudom ennek, hogy ez azért volt, hogy ebbi nem borult ki túlságosan a haverjai halálán, de amúgy a játék itt-ott igyekezett ebbinek az érzéseit tükrözni, hogy nem mindig az az erős katona, hanem emellett egy ember is. Miközben játszuk Ebbivel, megismerünk két új karaktert az ellenséges frakcióban. Ugye seattle a VFL és a Scars, és a seraphite -ok harcolnak egymással, és Ebbi uh, megismerkedik két Seraphite-tal, akinek meg, egymásnak megmentik az életét, nem egyszer végül barátságot kötnek. És akkor indul el az igazi története Ebbinek. Amúgy is megismerhettük, hogy Ebbi egy um, szereti a barátait, szereti azt, amit csinál, szereti az állatokat, ugye? Minden olyan tulajdonságot megadtak neki, amitől általában utálunk egy embert, ha megölik a kedvenc karaktereinket, ugye ott megutáltuk ebbit, utána beleheztek minket abba a cipőbe, na de hát ő is ember, és később beleheztek minket abba a cipőbe, hogy elli képes jó csinálni, uh, bocsánat, hogy Ebbi képes jó csinálni. És azzal, hogy megmentette ezt a két idegent, vagyis hát végül már csak egy valakit ugye megmentett, megmentette ezt a srácot, azzal elli, bocsánat, azzal ebbi megváltást kapott. Volt egy jelenet, amikor felébredt, a kórházban van ebbi, befut az ajtón, és már nem halált lát, amikor befut az ajtón ott, ahol ellit műtötték volna. Nem halált lát, hanem hogy az apja megfordul és mosolyog rá. Ez volt az a pillanat a játékban, amikor megértettük, hogy ennek a két idegennek a segítségével Ebbi megkapta a megváltását, megkapta azt, hogy ő mégsem egy szörnyű ember, és azért volt az az apró jelenet, hogy az apja nem halott volt ott, hanem öm, mosolygott rá. Onnantól, attól a pillanattól kezdve Ebbi már csak élni akart békében megbékélt magával, megbékélt a múltjával, és ez nem annak volt köszönhető, hogy Joel-t megölte. Mert Joel halála, ahogyan megölte, őt is kiborított, és ezért kereste a megváltást, és a két idegen hozta be neki ezt a megváltást. És emellett minden hatalmas nagy youtuber gamer elment, emezen apró tény mellett. Számomra ez volt az a pillanat, ahol megértettem, hogy mi a játék üzenete, és megértettem, hogy Ellie bosszújának nem túl sok értelme lesz, megértettem azt, hogy e, hogyha Elli megöli Ebbit, akkor a világ tovább megy, igazából, és esetleg bosszú-bosszút fog szülni ebből a történésből. És megértettem azt, hogy mi minden miért történik. Egy kicsit térjünk rá ellie is akkor. Ellie az egy lejtőn indul el ebben a játékban. Joel meghalt, vagyis meghalt az apja. Meghalt az a karakter ebben a játékban, aki Ellie-t visszafogta. Visszafogta, hogy a sötét úton induljon el. A játék úgy indul, ugye, hogy Ellie mérges, nem kicsit, nagyon. Később és, és érződik, hogy mérges Joelre. Nem a világra mérges, mint hogy ezt sokan feltételezik, meg nem azért mert, hogy ö, Social Justice warriorság, nem. A karakter maga úgy van írva, hogy mérges. Joe, látszik, hogy mérges, és látszik, hogy mérges önmagára, mert nem tud, hova, nem tudja hova helyezni magát egyrészt az életben, és azzal, hogy Joel meghalt, hogy végképp elvesztette a fonalat című történet. Ellinek elég kemény élete volt, eh, amint sok kiderül az első részben, és másik részben is egy részben, és a Left Behind DLC-ben is, ami az első rész után volt, ugyebár, és eh, elég sok szarságon kellett túlmenni, ha egy gyerek ilyeneken megy keresztül, élete során, és olyanná nő fel, mint amilyen Ellie, én nem csodálom, hogy olyan lesz. Ellinek tiszta, hogy PTSD-je volt, szóval eh, teljes mértékben traumák sorozata érte, ezt a karaktert, és amikor számára kiderült, hogy Joel valójában őt megmentette a halától, és nem ö, áldozta fel az emberiségnek a való ortárán, akkor Ellie kicsit mérges lett rá. Ellie ezért volt mérges, nem azért, mert egy, egy mérges leszvikus, vagy bármi ilyesmi, amilyen hülyeségeket sokszor írtak az ilyen fórumokon. És ö, természetes, hogy amint meghalt Joel, elfűti a bosszú, mert nincs senki, aki aki visszafogja, megfogja, és jobb útra terelje, és ezért el is indul ezen a ezen az úton. És úton úgy felül, hogy elhullanak ebbi barátai, uh, elli egyre jobban érzelmileg, instabilá válik, és természetes, hogy mi a játékosok többsége felé húz, mert érez valamit, Ebbivel ellentétben, ugye Viszont amit érez, az egyik sem túl jó érzés. emberinek emberinek tűnik elli, az érzései miatt viszont egy nagyon rossz lejtőn indul el ami, ami tönkre teszi az emberi lelket az, hogy ahogyan ő szenved mindattól, amit csinált a barátéval véletlenül vagy okkal, teljesen mindegy ugye legtöbbször, leginkább nem az összes önvédelem volt igazából Elli nem katona, Ellit senki nem képezte. Ellit Joel képezte, de nem arra képezte, hogy állja az ütéseket. Ellit észre képezték, túlélésre képezték arra, hogy azért kell ölnie, hogy életben maradjon de nem bosszúra képezték, és nem gyilkolásra képezték, és ezért van egy hatalmas ellentét Ebbi és Elli között, és hogy őszinte legyek, az erősebb kutya baszik, ami ki is jön végül is a játékban, Ebbi erősebb, mint Elli, mentálisan is, hát fizikálisan is, hogy őszinte legyek, Elli nem volt kész arra, hogy gyilkoljon, főleg nem bosszúból Elli túlélésért gyilkort és ezt is tanította meg neki Joel, nem tanította meg neki azt, hogy őj sportból. Fantasztikus két kontrasztot figyelhetünk meg ebben a játékban, és a játékos eldöntheti, hogy kifelé húz. Melyik karaktert kedveli jobban emiatt? Természetesen mindenki úgy indult, hogy Ellit meg joel kedvelték, de úgy érzem, hogy a sok, sokaknál megtörtént a váltás. Megtörtént a váltás, és ezért is voltak dősek a játékra, mert hogy rákényszerítette őket a váltásra abba, Ebbi cipőjébe kényszerítette őket, és megesett, hogy sokan megkedvelték Ebbit, és a hozzáállását a dolgokhoz. Jöjjön a végjáték, hölgyém és uraim. A végjáték semmilyen szempontból nem nyújtott kielégítést, viszont az üzenetet megint csak áthozta és Ellinek is áthozta. Elli is a megváltást kereste. Amikor végül ö, ugye ott hagyta Dinát a gyerekkel, és elment, hogy megkeresse újra Ebbit, és hogy most már tényleg megölje, valójában azért ment el, hogy újra a szemébe nézzem. Aztán megtalálta ugye Ebbit, rabszolga volt, és fel gyakorlatilag kifeszítették, és megmentette. És a megmentés pillanatában, ugye vár, mikor már elhajoztak volna onnan, akkor Elli uh, rákényszerítette Ebbit, hogy harcoljon. Ebbi már meg volt törve. Már csak élni akart elmenni. De mivel, hogy a barátjára fogta Elli a kést, így azt mondta, azt mondta, hogy rendben van. A barátjáért megtette. Tehát Ebbi lelke már tiszta volt. A harc közepette mindenki arra számított, hogy Ellie végre megöli Ebbit, és kurvasakan mentek el Amazon apró tény mellett, hogy az utolsó pillanatban, amikor Ellie megölte volna Ebbit, akkor bevágtak egy képet Joelről, ahogy mosolyog a gitárral a kezében. Ez volt az a pillanat, ahol Ellie megkapta a megváltást volt az a pillanat, ahol az írók felszabadították ezt a karaktert a bosszú vágy alól, felszabadították ezt a karaktert a fájdalom alól, és megértették velünk, játékosokkal, nézőkkel, hogy uh, ez nem a bosszról szólt, ez a játék. Ez a mentális harcról szólt, a belső harcról, az egyensúly megtalálásáról és mindenkinek maga boldogságának megtalálásáról. És ellie elsősorban ezt kereste. Nem azt, hogy ő jön. Viszont ezért nagy árat fizetett ugye Ellie, mert hogy um, el, Dina elhagyta, mire visszatért hazatért, Dina elment. Sose tudtuk meg, sose tudjuk meg, hogy a kettő együtt összejön. -e. Nekem van egy olyan érzésem, hogy igen. Ellie nem sírva fejezte be ezt a játékot, ha így mondjam. Boldogságot érzett, és még a két leszakított új szimbólumként szolgált arra, hogy azon énje az, azon énje, ami a sötét volt, aztól megszabadult a pillanatban, amikor nem ölte meg ebbit. A két új ez volt. Ez volt a szimbóluma a két újnak. És amikor leült gitározni, kettő új nélkül, bebizonyosodott, hogy még mindig tud gitározni, ez egy újabb szimbólum arra, hogy az élet megy tovább, és nem veszünk el benne, hogyha megtaláljuk az egyensúlyt, két új nélkül is, a sötét énünk nélkül is tudunk jól élni. Értek, amit mondok? Ez volt az üzenete ennek a játéknak. Egyáltalán nem a bosszú ezen a ponton kell megkérdezzem titeket. Ti hogyan értelmeztétek ezt a játékot? A következő részben szeretnék beszélni egy kicsit a gameplayről. És hogy nekem tetszett a gameplay. PS4-en játszottam végig, ugyebár, és kontrollerrel nem vagyok egy ügyes kontroller játékos, ezért minden könnyítést elfogadok. úgyhogy én beállítottam egyes könnyítéseket ennél a játéknál. Eleve a legkönnyebb szinten játszottam, mert nem a kihívást kerestem, hanem a történetet kerestem, és nem gondolom úgy, hogy a legkönnyebb szint az bármilyen mértékben is tönkretette a játéknak a mélységét. Ez egy történetorientált és történet vezérelt játék, ahol a történet fontosabb szinte, mint maga a gameplay. Így aztán a lootolgatás, mely keresgélés, meg bármi olyasmi, amivel én erre egyáltalán nem voltam kíváncsi, ez számomra háló az égnek, a könnyített szinten némileg kimaradt belőle. Beállítottam saját magamnak még egy apró, hogy is mondjam, biztosítékot, hogy arra mondjam, hogyha netán elbasznék valamit a játékban a nagy lopakodás közepette, lehasalva sose lásson meg az enemi. Így aztán egy pár szok kihúzhattam magam a csávából, és nem kellett előről kezdeni különböző fejezeteket azért, mert megöltek. Szóval ezt a két könnyítést beraktam. Aim Assist ilyesmit nem, mert az csak zavaróbb volt ebbe a játékban, mint hogy berakjam. De az, hogy ne vegyenek vészre az ellenfelek, továbbá a legkönnyebb szint, hogy a loot az egy kicsit több legyen, de így is néha megszívtam, természetesen az, az be volt rakva. És ez meghozta számomra a realisztikusabb élményt. Nem csak azért, mert mindig volt nálam tíz golyó, mert miért ne lenne nálam mindig tíz golyó, ugyebár, hanem úgy megfelelően találtam lútot, is, változatosan tudtam játszani. Nehezebb szinteken a játék belekényszerít a lopakodása. lopakodásba. A Last of Us egyet azért hagytam abba a játékot, mert már nem bírtam ezt a lopakodás játékmódot. Ezt kiborultam tőle, és végignéztem Youtube-on az egész történetét. Helyette, mint hogy végig szenvedjem magam a lopakodáson. Így aztán itt kifejezetten örültem, hogyha úgy dönthettem, lopakodhattam, és hogyha úgy döntettem, akkor öm, akciózhattam. A játék bizonyos helyzetekben úgy is belekényszerített abba, amiben ő szeretett volna, hogy, hogy vagy lopakodjak, vagy akciózzak, és ez nekem fantasztikus balansz volt, hogy úgy legtöbbször dönthetek akció és lopakodás között, vagy én, ahogy választottam, legtöbbször a kettő keverékét választottam. És és ez, ez, egy fantasztikus balansz volt, hogy őszinte hogy sokkal realisztikusabbra helyezte nekem a játékod, mint hogy végig lopakodjam az egészet. Sokan panaszkodtak arra, hogy a játékos csak abból áll, hogy nyomogatjuk a nézőt, négyzetnyomogatás. nyomogatás. Az Isten szerelmére. Ez egy történetvezérelt játék. Ne akar semmi extra ettől a játéktól, Akard a történetet, de ne akard azt, hogy 600 gombot kelljen egyszerre megnyomod ahhoz, hogy valami történjen történet vezérelte játékokban ezt kapod, ezzel járnak, nem azzal passzák fel az agyadat, hogy minden egyes lépésnél meg kell nyomni valamiféle gombot, hogy valami történjen, hanem azzal, hogy egyes dolgokat kivesznek az irányítást, kiveszik a kezed alól, és hagyják, hogy folyjon a történet, hogy te élvezd a történetet, mint egy filmet. Sokszor azon kaptam magam, hogy letettem a kontrollert, és, és csak úgy néztem, hogy wow, mi a fel történik. Jó, hogy nyomkodni kéne valami gombot. Már már idegesített az, hogy nyomkodni kéne valami gombot, mert nem lehetne csak mint egy filmet nyomatni ezt, ahogy ők ott harcolnak, vagy valami el kell nyomkodni egy gombot. Uh, igazából, úgyhogy az is lehetett volna. És sokan erre volt a kiborulva, hogy hát uh, egy, egy, nyomkodós gomb szimulátor a játék, ja, egy történetet mesél el, nem gameplayt kapsz igazából. És én nekem ezzel kivezetten nem volt bajom. Sokkal inkább van bajom azzal a játékkal, hogy ahol minden lépésnél meg kell nyomni valami gombot, Hát kiborulsz, amire a végére érsz egy ilyen játéknak. Környezet, grafika, elképesztően gyönyörű, Uh, csak elképzelni tudom, mennyivel szebb lehet ez PC-n, uh, ha egyszer valaha kijön ez PC-re. Um, és elképesztő hangulatot teremt a játéknak elképesztő hangulatot teremt. Ahogy a békés, nyugalmas Amerikában vagy, és sétálgatsz, és szinte keresed azt a nyugalmat az életedben, és aztán a játék hirtelen vált, és át és stressz helyzetekbe, majd vissza ebbe a nyugalmas, posztapokaliptikus világba, olyan, olyan tényleg érzelmi manipulációt kapunk mindentől ebbe a játékba, amit az emberi nem nagyon tud hova helyezni, hogy őszinte legyen. És, és erre a grafikai minőség és környezeti fantázia, amit létrehoztak, ez uh, kiválóan beleillik ebbe a játékba, és nagyon-nagyon jól el van találva. Végszóként és a legvégére hagytam, uh, megemlíteném a plegykákat a Social Justice warrior telén, hogy ez a játék egy politikai uh, bullshit propaganda a Social Justice Warriors -ok számára. Um, erre azt kell, hogy mondjam, hogy nem igaz. De lehet, hogy igen. Az, hogy egy olyan karaktert rajzoltak, mint Ebbi, aki agyon van gyúrva, és nem feltétlenül a női modell, akár erre is indikálhat. Az, hogy, az, hogy a nők szinte, hogy már keményebbek ebben a játékban, mint a férfiak, mondhatnám, hogy arra is indikál. Viszont indikálhat a Ebbinek a jelenléte. Viszont ez hazugság lenne, hogyha ezt így mondanám, mert Ebbi és Elli tökéletes ellentétek, hogyha arra kerül sor, hogy, hogy, hagyományos értelembe vett nők. Beszélve arról, hogy hülyeség is lenne azt mondani, hogy hagyományos értelembe vett nők, hanem inkább úgy mondani, hogy hagyományos értelembe vett emberek mivel hogy manapság úgy néz ki, hogy egyre érzékenyebbek az emberek arra, hogyha úgy említjük őket, hogy nők vagy férfiak, mert hogy lassan úgy néz ki, hogy ez a fogalom kezd kihalni az embereknek a szókincséből, a fejéből, a szívéből, de hát mit csináljunk? Tehát mint a következőkben megfogalmazok, az lehet némileg botrányos lesz egyes emberek számára, ezért is hagytam a videó végére, mert tudom, hogy sokan nem jutnak el idáig. Szóval valamikor régen, ahogy fejlődött az ember az evolúcióval, megalakult a, hogy is mondjam, férfi és a nő, ahogyan a társadalmunk hívja őket még mindig manapság, és mind a kettőnek kialakult egy szerepe. Ugye a férfinak uh, erősebb fizikuma lett, a nőnek kevésbé erősebb fizikuma lett, és most azért hívom férfinak és nőnek, mert hogy hagyományos értelembe vett a társadalom így ismeri fel ezt a két emberfajtát. Szóval, uh, és kialakultak egy szerepek, uh, és ez az evolúció hozta el számunkra a nő az a férfit elcsábítja, a férfi a nőért oda, megtesz mindent, amit tud. A férfi vadászik, és erősebb munkákat vállal, a nők gyűjtögetnek, gyűjtögettek, és kevésbé kemény munkákat vállaltak. A férfi a nőnek védelmet adott, a nő a férfinak meleg ágyat, ha így tetszik, családot és gondoskodást és mentális stabilitást leginkább. Hát igen, a nők sok mindent adnak a férfiaknak. De ez egy csere volt. Oké, okay, ez egy csere volt. A szeretet is, a szerelem is, az egy csere. Tudom, hogy nagyon durván hangzik, amit mondok, most így letisztultan így kell, hogy fogalmazzak. Egy csere, amivel az evolúció a hihetetlenül boldog volt eddig. Aztán egyre inkább ahogy haladtunk, ugye az évszázadok során a nő és a férfi is mentálisan fejlődtek, mint ahogy mostanára elértünk 2020-ra, felfogjuk azt, hogy a férfi és a nő az emberi fajták között egyenlő mértékűek. Na most az különböztet meg minket, e, sokak szerint, ugye, hogy van egyiknek öcse, a másiknak pedig nincs. Ebből a tekintetből csak azért hívjuk egymást férfinak és nőnek, mert a társadalomban így lettünk elnevezve, hívhatnánk egymást hangyának és békának is, hogy az lenne normális akkoriban a társadalomban. 2020-ra úgy nézem, hogy a szerepek némileg fe kezdenek felcserélődni, és egy hullám indul el, uh, sajnos, vagy nem sajnos, kinek mi. Uh, az igazság az hogy egy hullám indul el, leginkább a legláthatóbb fajtája ennek Hollywoodból. Jön. A filmeinkbe benne van az, és a leggusztustalanabb fajtája ennek például a Captain Marvel, ahol kifejezetten emelik arra azt a hangsúlyt, hogy a, a nők a férfiak felett állnak. És ez sajnos Amerikában egyre nagyobb hangot kap, és a hollywoodi média egyre inkább le akarja nyomni a torkunknak. Lehet, hogy ez Amerikában működik, kevésbé működik tán Európában, de lassan-lassan ide is beférkőzik. Egy átprogramozás folyik, ahol, hogy is mondjam, a nők egyenlőségét akarják megértetni az emberiséggel, éké a férfiakkal, amivel nincs is baj az a férfi, aki nem fogja föl, hogy a partnere vagy a nők egyenlő mértékűek vele, sőt, sokban sokszor több is egy nő, mint egy férfi, sokszor egy férfi több, mint egy nő, azok igen ostoba és buta emberek. Egyik a másik nélkül nem igazán tud létezni. És valamikor a természet Elrendelte a férfi szerepet, és elrendelte a női szerepet, és sok-sok évszázadokon keresztül ez így volt. A mai napig, ahol a nők, hogy úgy mond, megerősödtek, eh, nagyobb hangjuk volt. Amit elfelejtenek ezek a nagyon szorsorvost is Dorior nők, és Hollywood, hogy a világ legtöbb részén matriárhális társadalom van. Még ott is, ahol a férfiak vannak vezető pozícióban, valójában matriarchális társadalomban mindenhol szinte a nők irányítanak. Régen is a nők irányítottak, jobbak az irányításra, hogyha így tetszik. Viszont a férfiak fizikálisan erősebbek, ezért tudták magukhoz regedni a irányításával, a látszatát az irányításnak, hogy így mondja. Mert ahol egy férfi mellett egy nő van, ott nem fog a férfi irányítani. Na mindegy, ez egy hosszú történet. A lényeg az, hogy mostanra 2020-ra rá akar kényszeríteni egy nézetet a nőkkel kapcsolatban a férfiakra, a modern férfira. Most sokan ezt jó szívvel fogadják, sokan nem, de ki tudja. Lehet, hogy innen százezer évre olyan szinten evolúció, olyan szinten fog megváltozni, hogy végül a nők fognak vadászni, és a férfiak gyűjtögetni, ha értitek a metaforát. És a kívánatos férfi az lesz, aki kisminkeli magát, és a kívánatos nő az lesz, aki kigyúrja magát. Nem... A lényegük ezeknek a filmeknek az, hogy Legalábbis én szeretném azt inni, hogy a lényegük az egy ilyen üzenet, hogy a férfi és nő tud egyenlő lenni a mai modern társadalomban, és egyenlő mértékben tudják tisztelni egymást az elért teljesítményükért. Viszont a hollywoodi média és a social justice warriorok -ok mérgezik ezt az elvet. Mérgezik gyűlölettel, hibás üzenetekkel, Mérgezik ezt a, ezt a közös tiszteletet, amit ki lehetne fejteni egy férfi és egy nő között, és ezzel, ezzel növekszik fel az új generáció. Amivel nincs baj, mert ez egy nőnek azt üzeni, egy lánynak, egy fiatal lánynak azt üzeni, hogy erős vagyok, és ez így van rendjén, de egy férfinak azt üzeni, hogy te gyenge vagy. Ez inkorrekt. Nem azért, mert férfi vagyok. Azért, mert semmilyen társadalmat, semmilyen ember fajtát nem szabadna arra tanítani, hogy te gyengébb vagy, mint a másik. És jelen pillanatban ugye régen arra azt mondták, hogy a férfiak erősebbek, mint a nők, most azt tanítják, hogy a nők erősebbek, mint a férfiak, Ahelyett, hogy azt tanítanák, hogy közösen bármit elérhettek, amit akartak a világon. És emiatt egyik uh, nem nagyon. Tiszteletlenül fog nézni a másik nemre, hogyha így tetszik. Uh, és egy, egy inbalansz lesz, tehát nem lesz egyensúly a kettő között. És majd mi lesz? Innen uh, 500 évre a férfiak úgy gondolják, hogy a nők, uh, férfiak másodrangúnak fogják magukat gondolni, mert hogy ezt programozták belénk. Ugye bár ezt programozzák a férfiakban, és azóta is ezt programozzák, és akkor megint lesz egy egyensúly, és akkor a férfiak fognak lázadozni, és akkor elkezdődik a nők programozása arra, hogy a férfiak, jaj de jók. És ez egy ilyen uh, gusztisan körforgás, ahelyett, hogy mindenhol azt tanulnák, hogy egyenlő mértékben tesz hozzá mindkettő a maga dolgát. Hogyha rá akarnám húzni ezt a Last of Us 2 uh, a koncepciójára, ebbire és ellire, um, Ö, azt a koncepciót, akkor meg lehetne, viszont sajnál, sajnálnám megtenni, mert a játéknak nem a Social Justice warrior ság az üzenete, igazából. És hülyeség lenne arra kitolni ezt az egész témát, hogy, hogy elé mérges, és ellinek nem kell segítség, és ellie egy kemény és erős nő nem, az meg Ellie nem kemény és nem erős, ebbi az kemény volt, és erős volt, de ő azért volt az, mert edzett. Melyik férfi vagy melyik nő nem lenne kemény, hogyha erre edzetné magát. Egy férfi ugyanúgy sírva borulhat ki a durva jeleneteken, mint ahogy egy nő is, és egy férfi ugyanúgy um, kemény lehet adott jelenetekben, mint ahogyan egy nő is. A két karakter ebben a játékban ezt fantasztikusan bemutatja. Uh, és nincs szükség többre, nincs szükség, hogy többet lássunk bele ebbe, mint, mint ami, és, és elterelődjön a játék valami uh, orbitális hülyeségé, ami végül ráterelni ezt az egész játékot a Social Justice Warriorság tévútjára, uh, hogy őszinte legyek. Sajnálatos módon a játék a Cancel Culture csapdájába esett már, um, és én annyit mondok nektek végszólak, hogy. Ne nézzétek a Metacritic-szkort, mert sokkal több a játék, mint a Nem tökéletes, oké, nem 10 per 10, nem 100 per 10, nem 5 per 5, nem. Egy 7, egy 8, sokaknak esetleg egy 9. Mert vannak hibácskái, oké, de tökéletesen áthozza az üzenetét, amit akar közvetíteni. És mindenki ezt úgy szűri le, ahogy szeret szeretné, mert úgy érzem, mindenki megtalálja benne a magának való érzelmeket, és mindenki megtalálja benne a hullámos utat ezeken az érzelmeken. Srácok, ennyi lett volna ez a videó. Hát, dobj egy lájkot, ha tetszett ez a videó, iratkozz föl, csatlakozz a Discord szerverünkhöz, tudjátok. Nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!